Ismét egy 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást tudhat magáénak Nyíregyháza közel 1 milliárd forint értékben. A toppos pályázat célja a gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedés fejlesztés a megyeszékhelyen. Ezért a városközpont irányában megjelenő jelentős gépjármű forgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételeket alakítottak ki, mindemellett az egyenletes haladást és a várakozási idő csökkentését is elkívánják érni. Október közepéig várhatóan, tehát jóval idő előtt, nem december közepén, október közepén már befejeződnek a munkák. Figyeltünk a korábbi hiányosságok pótlására, van, ahol egy kerékpár összeköttetés hiányzott, azt megoldottuk, van, ahol buszöblet kellett áthelyezni, természetesen itt is a gyalog és kerékpáros útnak a felújítására is sor került, és ehhez kapcsolódik pedig az már egy másik pályázat, a Korányinak a felújítása, ami ugye megkezdődött, és az is december 10-ig befejeződik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget, amit az elmúlt évek adtak, azt Nyíregyháza nagyon-nagyon jól használta ki. Kovács Ferenc hangsúlyozta, minden ilyen munka mögött 3-4 év van, kezdve a pályázat megírásától a közbeszerzésen és a tervezésen át az átadásig. A polgármester hozzátette, ezzel a beruházással több évtizedes hiányt pótolt be a jelenlegi városvezetés.